Az első versenynaphoz hasonlóan szerdán is a Gödöllői Arborétum területén kialakított pályákon mérte össze tudását a világbajnokság mezőnye olimpiai kategóriában. Kedden az úgynevezett sárga, szerdán pedig a zöld pálya várt a legjobb íjászokra. Tekintettel arra, hogy legalább 7 pályát kellett építeni a rendezőknek, érthető, hogy a meglévő terepviszonyokat figyelembe véve kicsit be kell sűríteni a célokat. Viszont a fényárnyék hatással, illetve az állatok trükkös elhelyezésével azért tudnak meglepetéseket okozni. Ez kifejezetten a hosszabb távokon szokott érvényesülni. Ebben a kategóriában a világbajnoksághoz hasonlóan mi magyarok uraljuk a mezőnyt. Tavaly előtt az Európa-bajnokságon ott Bánszki Gáborral mégis elfoglaltuk a dobogó két első helyét, tehát az első másik helyét. Ott akkor mégis fölényesen vezettünk a többiekkel szembe. Itt most ezen a napon még nem érzem ezt a különbséget, meg hát ugye itt ez egy világbajnokság, tehát itt jóval népesebb a mezőny, tehát utána 4-szer annyian vannak, mint mondjuk tavaly előtt az EB-n. Több Európa, illetve világbajnok is szerepel a startlistában, úgyhogy mindenképpen erős mezőny, eléggé szorosak a pontszámok, mindenki közel a maximumhoz lő, úgyhogy jó kis verseny lesz. És ebben a jó kis versenyben két nap után a Buzás-Bánszki kettős áll az élen ebben a sorrendben. Kimondva vagy kimondatlanul, de mindenki ugye győzni jön, vagy ha legalábbis nem is győzni, de azért, hogy jó eredményt érjen el. Én nekem kimondva is a győzelem az, ami a cél. Én úgy gondolom, hogy minden versenyzőnek ennek kell, hogy legyen a célja, most szerénységet félretéve. Én nekem a mottom az, hogy győzd le önmagad. Tehát, hogyha ha jól megcsinálom a lövést, akkor jó helyre kell, hogy mennyire vesző, az elégedett lennék. Hogyha valamilyen csilingelő medállal sikeredne befejezni a versenyt, akkor az meg egy plusz élmény lenne. És ha az eddigi formáját tartja a két magyar kiválóság, ez meg is történik majd.